Idén február 14-ére esett a római katolikusok által ünnepelt, a nagybőti időszakot elindító hamvazó szerda. Csordás Gábor plébános szerint a hamvazó szerda és a bőjt mai üzenete nem teljesen idegen a Valentin napétól, amennyiben a Valentin nap a párkapcsolatainkról szól, a nagybőjt pedig a kapcsolatrendszereinkről. Ugye azt mondjuk, hogy többet kell ilyenkor imádkozni, ugye az Istennel való kapcsolatunkat hivatott rendezni, alamizsnát kell osztani, azaz ugye jótékonykodni kell, magyarul figyelj oda a másikra, szeresd a másikat, ugye ez az emberi kapcsolatainkat hivatott rendbe tenni, és hát a bőjt, az önfegyelmezés pedig az önmagunkkal szembeni viselkedésünket, és hát ugye a viszonyunkat próbálja rendezni. Tehát ilyen szempontból ugye nem zárja ki egymást a kettő nap. És hát ez a hármas feladat, ami ugye adva van minden évben, ez egy ősi hagyománya az egyháznak, már az első századokból vannak feljegyzések, hogy a keresztények így készültek a húsvétra. Benne van ebben az egész nagybőjti készületünkben a kiengesztelődés gondolata, tehát az, hogy az embernek igenis tudnia kell szembenézni a hibáival, bűneivel, benne van az a lehetőség, hogy van lehetőségünk újrakezdeni, és hát benne van az, hogy az embernek igenis szüksége van arra, hogy egy kicsit így magába szálljon. Csordás Gábor úgy véli, a bőjthöz a katolikusok számára szorosan hozzátartozik a hústilalom, ha csak annak nincs valamilyen egészségügyi akadálya. A római katolikusoknál a bőjti időszak 40 napig tart, és ez idő alatt a plébános szerint minden római katolikusnak saját magának kell megtalálnia, hogy ezen kívül miről kellene még lemondania. Mi az, ami esetleg úgy hozzám tapadt az utóbbi időben, mi az, ami esetleg úgy érzem, hogy a szabadságomat befolyásolja már, tehát hogy kezd egy káros szokássá válni, vagy egy káros szenvedélyé, és hát így ilyen szempontból az ember figyeli magát, hogy most az idejében nekem mi az, ami fontos, hogy lemondjak róla. Gyakorlati tanácsként szoktuk még adni, hogy ez reális legyen, tehát ugye hírhettek az újévi fogadalmaink, hogy nagyjából már január 2-án füstbe szállnak, tehát nem kell egyből nagy dolgokra gondolni, de amit elvállalok, azt igenis igyekezzem betartani. A protestáns felekezetek számára is fontos a bőti időszak, de a reformátusoknál nem hamvazó szerdán, hanem az ahhoz legközelebbi vasárnapon kezdődik. A katolikusok bőti elveihez hasonlóan a reformátusok számára is fontos a lemondás vállalása. Gál Sándor hangsúlyozta, a bőjt nem csupán az étkezéseket kell, hogy érintse. Én azt gondolom, hogy ma már nem csak a gasztronómia az, ami az ember életérzését fokozza, hanem egyéb élvezeti csatornáink is vannak, például a kommunikáció, a kapcsolatrendszereinknek az ápolási lehetősége sokszorosa annak, mint ami a szüleinknek a rendelkezésére állt. A bőjt azaz alapvetően a visszafogottságot, a visszahúzódást, az elkülönülést, a felkészülést jelenti. Na most, ha csak az étkezésben, az asztalterítésben jelenik ez meg, az azt jelenti, hogy a mai embert nem tudja átölelni a bőjt. A komolyan vett bőjtöléshez az esperes szerint hozzátartozik a kapcsolatainkra, a kommunikációnkra, a beszédünkre fordított, kitüntetett figyelem és a külső ingerek alapos megválogatása is.